Az, hogy én most itt lehetek önök előtt és hangkis eleméről beszélhetek, az azt gondolom, hogy a káosz elmélet bizonyítása, mert hogy tudós hölgyeknek, uraknak fogok beszélni egy olyan férfiről, akivel én semmiféle tudományágban nem kapcsolódtam, soha semmilyen közös munkánk nem volt. Elemére nem a tudomány és nem a munka kapcsolt össze, hanem a lánya. Így a viszonyunk nagyon személyes volt, és tudományos kérdések helyett mi azon tanakodtunk, mármint az Elemérrel, például, hogy a Rizikó nevű társasjáték szabályait tudnánk-e úgy módosítani, hogy ne csak szárazföldi csapatokat lehessen mozgósítani, megharcolni, hanem ejtőernyősöket is, és ha igen, akkor az hogyan, milyen rendszerint. Az is egy nagyon fontos kérdés volt, hogy a tetőtéri lakásban hogyan, milyen színre fessük le a gerendákat, meg az 5 méter magasan fent lévő fagerendához hogy mászunk föl. De hát most ugye nem ezek a kérdések vannak itt, hanem inkább a Magyar Televízióról szeretnék beszélni, pontosabban arról a korszakról, amikor Hankis Elemér a Magyar Televízió elnöke volt. Ez kapcsolódik ahhoz is, amit én csinálok. Hogy miért érdekes ez? Azt gondolom egyetlen egy okból. Elemér, és akkor ez a cím a Hankis világa, aminek én azt a címet adtam, hogy a középen állás. Elemér etikus gondolkodása egy hosszan elnyúló politikai játszma résztvevőjévé tette őt, szerintem az akaratán kívül. Így aztán Elemér elnöksége a legjobb bizonyítéka annak legalábbis számomra, hogy a legjobb koncepcióval és a legjobb jó szándékkal és etikai megközelítéssel is az ember elmerülhet egy olyan mocsárban, amiből nagyon-nagyon nehéz visszakerülni és kikeveredni. Hankis a Pannonia Rajzfilm Stúdióban került kapcsolatba a filmezéssel. Ez egy külön történet lenne, a hogyan találkozzunk cserkésztáborban emberrel, majd azután a Csaba és a Maros utca sarkán, majd írjunk tanulmányt a rajzfilmekről, és ennek a folyamánya az, hogy ő lett a Pannonia Rajzfilm Stúdió művészeti tanácsadó testületének az egyik vezetője. Később az MTV műsoraiban vett részt, az ő részvételével, meg az ő ötletei alapján készültek műsorok, az ellenzéki kerekasztalnál felszólalt, és akkor a tévéről beszélt, és akkor ennek a következménye volt, vegyük úgy, hogy 1990-ben megkeresték, hogy vállalja el a Magyar Televízió és Rádió elnökségét, amit ezt biztosan ismeri mindenki a történetet, amiből ő csak a Magyar Televíziót vállalta el. Antal Józseftől jött a felkérés, aki azzal győzte meg Elemért, idézett Elemértől, mert ez nekem nagyon tetszik. Nem csak firkálni kellene, meg dumálni arról, hogy hogyan kell itt megváltoztatni a dolgokat, hanem tényleg csinálni is kellene valamit. Ez volt az, ami alapján Elemér úgy érezte, hogy ebben van igazság, és akkor ő ezt követően elvállalta az elnöki posztot, mire Elemér felesége Lili, aki sajnos nincs itt, azt mondta, ez is idézet, meg vagy te őrülve, nem vagy normális, bemegy ebbe a borzalmas hangyabolyba. Hogy a hangyaboly borzalmas, ezt sejteni lehetett, mert egyszerre volt igény a pártoktól független tájékoztatásra, meg a kormánypárt különböző üzeneteinek hatékony átadására. Elemér megpróbált középre állni, mert akkoriban minden párt úgy érezte még, hogy ő a mi emberünk. Ez a boldog középen állás, ez pár hónap múlva katasztrofális véget ért. Elemér évekkel később ezt mondta, nem léptem be egyik pártba sem, tulajdonképpen az egyik párt azért utált, mert azt hitte a másikhoz tartozom, a másik meg azért utált, mert azt hitte, hogy az egyikhez. Ez a középen állás, ez jó dolog, nagyon mulatságos, szerintem fontos is, de nagyon sokba kerül. 90. júliusában az országgyűlés megválasztotta Hankis Elemért a Magyar Televízió, Gombár Csabát a rádió elnökének, de ezt az elnöki kinevezést megelőzte, ma már tudjuk, az MDF-nek és az SZDSZ-nek a titkos paktuma, aminek a szépsége az, hogy mindenről megegyeztek egy dolgot kivéve a médiát, beleértve a Magyar Televíziót és a rádiót. Így előállt az a nagyon nagyszerű helyzet, hogy a kommunizmus idejében létrejött szabályok és törvények és kormányhatározatok irányították a magyar médiát a rendszerváltás után. Teljes volt a káosz, hogy mit szabad és mit nem. Elemér erre így emlékezett vissza, gyakorlatilag teljhatalmunk volt, ad abszurdum véve a dolgot, azt mondhatnám, hogyha a két elnök cipőgyárá akarta volna alakítani a médiumokat, azt sem lehetett volna megakadályozni jogi eszközökkel. Ez akkor persze senkit nem zavart, mert mindenkinek megvolt a saját, mármint pártot és pártokat és kormányt és ellenzéki pártokat
mindenkinek megvolt a saját értelmezése arról, hogy milyen jogi keretek között lehet majd itt átalakítani a médiát. Ráadásul ugye Hankis a mi emberünk, tehát, hogy a Lárpúr-Lár társulatot idézem, Hunita probléma almás deres. A kormány és az ellenzék viszont hamar ráeszmélt arra, hogy elemér komolyan gondol két dolgot. Az egyik, pártoktól független, kiegyensúlyozott tájékoztatást akart. Kettő, a televízió legyen anyagilag és független a mindenkori kormánytól. Na ez volt az, amelyik, az a két pont, aminek senki nem örült. Hankist a kormánypárt azért kezdte szorongatni, hogy minél több kormánypárti műsor legyen, vice versa az ellenzék több felületet akart, plusz a kormánypárti hírek csökkentését. Elemér kiegyensúlyozottságra való törekvése senkit nem elégített ki, mindenki többet akart, és elkezdődött az, hogy már senki nem gondolta úgy, hogy Elemér a mi emberünk. A casus bellit szerintem mindenki ismeri 1990 őszén. Ezt azért mondanám, hogy júliustól októberig ugye túl sok hónap nem telt el, hamar vége lett a mézes heteknek. Szóval az önkormányzati választások második fordulója előtt Antal József szeretett volna egy beszédet felolvasni a magyar televízióban. Ezt Elemér elfogadta, de úgy érezte, hogy kell, hogy a köztársasági elnök ellensúlyozza a miniszterelnöki beszédet, és úgy döntött, hogy csak a Göncz Árpáddal együtt engedélyezi ezt. Valószínűleg nem vette észre, hogy az ő politikai korrektsége az nem ugyanaz, mint ami a körülötte levő világban van. Így történhetett meg, hogy Göncz Árpád a felvétel előtt néhány órával lemondta a nyilatkozatot, miközben az Antal beszédét pedig szintén rögzítették. Így Hankis ott maradt azzal a kérdéssel, hogy akkor most engedélyezze a beszéd adásba kerülését, vagy sem. Fölhívta Antal Józsefet, aki akkor külföldön volt, egy látogatáson. Elmondta neki, hogy Göncz visszalépett, és ő úgy érzi, nem lenne helyes, ha a miniszterelnök egyedül beszélne. Antal azt mondta, hogy érti Elemér hozzáállását, de nem ért egyet ezzel, és hogy ebből baj lesz, mert hogy ennek van egy politikai üzenete, amivel nehéz mit kezdeni. Az időben visszanézve Elemér is hibának látta egykori döntését, mert hogy ezt mondta: nem ismertem még igazán a nyugati televíziók rugalmasabb gyakorlatát, csak később láttam, hogy a BBC-ben is, ahol rendkívül körültekintően egyensúlyoznak politikailag, viszonylag nagy teret engednek a kormánynak. Én azt hittem, hogy kötelességem centire kimérni az egyensúlyt, valószínűleg túl mereven értelmeztem a feladatomat. Hogy melyik politikai agytrözt ötlete volt Göncz Árpád visszaléptetése, azt nem tudom, de az biztos, hogy Antal József letiltása elindította azt, amit ma média háborúként ismerünk. Elemér 2,5 éven át küzdött az elveiért. Ez nagyon jó volt, mert az ellenzék őt mártírként használhatta, a kormány hívek számára pedig ő maga volt az ördög. Olyan képtelenség is elhangzott, hogy Hankis áttételesen Antal József gyilkosa, mivel a miniszterelnök betegsége a média háború eldurvulásával együtt súlyosbodott. Hankis elvekért való kiállását, az utolsó pillanatig tartó küzdését nagyon sokan pozitívumként élték meg. Mások szerint ez egy hatalmas idiótaság volt, már rég be kellett volna fejezni az egészet, hagyna, hogy a politikusok azt csináljanak, amit akarnak. Hankis Elemér és Gombár Csaba 93. január 1-i hatállyal mondtak le az egy elnöki posztjukról. Jellemző, hogy amíg Gombár Csaba pársoros lemondást írt, addig Elemér több oldalon keresztül indokolta a döntését. 12 évvel később, 2005-ben ezt mondta nekem a lemondásáról: lehet, hogy rossz döntés volt, lehet, hogy jó, ezt a mai napig nem tudom megítélni. Volt benne egyfajta árulás, mert elárultam a munkatársaimat, akik velem küzdöttek 2 évig a függetlenségért. Lehet, hogy tovább kellett volna harcolni, de úgy láttam, hogy ha Csaba, mármint a Gombár, ha Csaba lemond, akkor nevetségessé válok, hogy ragaszkodom a székhez, ami abszolút nem érdekelt. Nekem nem feladatom igazságot tenni, hogy Elemér jól tette, hogy kitartott és próbálta az elvei szerint működtetni a televíziót, még akkor is, amikor már mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ez nem lehetséges. Inkább Jelenics István atyát idézném, aki a Nincsből a Van felé könyvbemutatóján azt mondta: Hankis Elemér egy tévejgő ember. Elemér ott az írók boltjában igazat adott neki. Ennek ellenére én nem látom őt cél nélkül ténfergőnek a média világában.
Hankis tévéelnökként is megtartotta függetlenségét, ragaszkodott a saját világához, a saját etikájához. A kérdés csak az, hogy lehet-e etikus az ember a politikai játszmák világában, vagy az már nem etika, hanem naivitás. Köszönöm szépen!